A zárba illő kulcs. Kedves gyerekek, örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket ma este, és nagy örömmel olvasom fel a mai történetet, amelyhez, amint megszokhattátok, kaptok egy ige kulcsot. Zakariás könyve 7. fejezet 10. versében olvashatjuk ezt, ami nagyon érdekes számunkra, és sokszor megvalósíthatatlannak tűnik, de mégis Isten segítséget ad hozzá. Így szól ez a szakasz: egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Éppen ezért a történetünk címe is így hangzik: milyenek a gondolataid? Amikor Diana belépett az osztályba, mintha csendesebb lett volna az osztály. Akik körülötte ültek, azoknak a beszélgetése egészen megszűnt. Lehajtott fejjel ment a helyére. Gyötörték a gondolatai, szinte elképzelte, mit beszélhettek róla. Egyikük bizonyosan azt, hogy édesanyja utalványért vásárolt az üzletben. A másik biztos azt beszélte, hogy a bankszámlájuk a nullával egyenlő, mert az apja elvesztette az állását, és az autójukat is el kellett adni. Az bántotta a legjobban, hogy a beszélgetők, súgdolózók között volt Melinda is, a legjobb barátnője. Igaz, hogy vele éppen olyan kedves volt, mint máskor, de ugyan mit beszélhettek róla a többiek? Nyilván azt, hogy az idén nem rendezhetnek összejövetelt a születésnapjára, amelyen tavaly a fél osztály ott volt. És ezt vette észre egész nap. Ez volt Diana leghosszabb pénteke, alig várta, hogy vége legyen. Magányos lett és szomorú, azt gondolta, vasárnap el sem megy a többiekhez. De csodálkozására édesanyja sürgette, hogy kész legyen, mert barátnője érte jön és elviszi őket. Ennek Diana nem örült. Jobbnak látta volna, ha otthon maradnak, hiszen a többiek is tudják már sokan, hogy ők tönkre mentek. Bizonyára sajnálkoznak majd rajtuk, és már csak büszkeségből sem kellene találkozni velük. Így vélte Diana, és így ment a szombatiskolára is. A tanításból nem csak nem jegyzett meg semmit, de azt sem érzékelte, miről volt szó, mivel nyomasztó gondolatai teljesen lefoglalták. Annál is inkább, mert újra csak észrevette, hogy a gyerekek összesúgnak, majd hirtelen elhallgatnak. Alig, hogy vége lett a tanításnak, míg a záró ének előtt fölállt Melinda. Holnap kedves nap lesz, mondta, és látszott, hogy a többség tudja, miről van szó, és Melinda folytatta. Diana születésnapja. Tavaly sokan ott voltunk náluk, most pedig mi szeretnénk őt megvendégelni. Erre készülöttünk már néhány napja, de mondhatom, elég nehéz volt titokban tartani, hogy meglepetés lehessen. És most énekeljünk. Miközben az osztály énekelt, Melindának beadtak egy nagy kerek tortát. A terem oldalszekrényében voltak tányérkák, kis villák, és nem sokára az egész gyereksereg evett. Voltak vagy 12-en, 10-12 évesek. A tanítónő pedig málna szörpöt hozott utána. A szörp finom volt, édes. Csak Diánáé lett sós. A könnyeitől, mert azok belefolytak a poharába. De hiszen szeretnek engem, eszükbe sem jutott az, hogy elszegényedtünk. Ha tudják is, nem törődnek vele. És én meg milyen rosszat gondoltam róluk. De legjobban magamat gyötörtem vele. Hazafelé Melindáék kocsijával mentek, és barátnője jókedve magával ragadta Dianát is. Különösen, amikor arról beszélt, hogy mindig éppen akkor lépett be, amikor ők a részleteket akarták megbeszélni azokkal, akikkel együtt járnak. Diana nem mondta el, hogy akkor mit gondolt róluk. Nagyon szégyenkezett miatta. Inkább az aranymondást próbálta elmondani, amire ott és akkor alig tudott figyelni. Zakariás könyve, 7. fejezet, 10. verse. Egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt.
és a tanulság kulcstartó, amit magatok mellé felírhattok, és őrizhettek, és gyakorolhattok, a rossz gondolatok mindig ártanak. Még egyszer mondom, a rossz gondolatok ártanak. Ne legyenek rossz gondolataitok. Jó éjszakát, gyerekek!